Advent első vasárnapján, december 1-én délután nyílt meg a karácsonyi vásár a Szent István téren, ahol ebben az évben helyet kapott a Bihari Népművészeti Egyesület Betleheme és a város karácsonyfája is. Ami ajándékot most és díszeket rajta látunk a fán, a Berettyőfalui óvodásoknak a kezemunkáját dicséri, és természetesen az óvónéniknek. Szeretnénk, hogyha minél többen otthon, óvodában, iskolában minél több díszt tudnának elkészíteni, és ez legyen egy kezdeti lépés, és reményeink szerint, akkor a negyedik gyertya meggyúl, akkor már nagyon szép és tele lesz díszsel a fa. Legyen fontos a Krisztussal, az Úrral való találkozás. Várván várjuk őt, mindannyian személyesen. És nézzétek meg, hogy mennyi mindent csinál az Isten. Azt mondja, hozzám hajol, meghallja kiáltásomat, ki emel engem a mélyből, a pusztulásból, sziklára állítja a lábamat, megerősíti a lépteimet, és új éneket ad a számba. Milyen jó, hogy az Istenre nem hiába várunk. Van néhány dolog, amit hiába vártunk ebben az évben is, hiába fogunk várni a következőkben is. Életünk során talán nem minden vágyunk fog teljesülni, de amikor az Úrra várunk, akkor ő jön, akkor ő meghal, akkor ő kiemel, mert erre van szükségünk, akkor ő megerősít az ő vele való kapcsolatot. Tartsuk mi is fontosnak. És most, amikor meggyújtjuk az első gyertyát, a hit gyertyáját, akkor ebben a hitben járjuk tovább a mi életünket. Nem csak a következő egy hetet, amikor majd a remény gyertyája gyúlhat meg, nem csak egy hétig kell hinni egy évben, meg nem csak egy hónapig kell várakozni a Krisztus jövetelére, hanem egész életünk, hogy legyen egy ilyen várakozás. És azt mondja az ige befejezésül, sokan látják ezt, és félik az Urat, és bíznak benne. Milyen boldog az az ember, akinek az élete Istenre mutat. Legyen ilyen a miénk is, és kívánom, hogy legyen mindannyiunknak áldott adventi időszaka.